Az Audi Hungária belső égési motorok tanszéken tartották az ünnepélyes átadót, amelynek során 8 Szécsen is hallgató vehette át a környezetvédelmi fejlesztések menedzsmentje tárgy vizsgakövetelményeinek teljesítését igazoló tanúsítványt. A környezetmérnöki tanszék vezetője kiemelte, a tréning jellegű oktatási forma kiválóan működött. Aktívak a hallgatók, szeretnek részt venni, gondolkoznak, készülnek az órákra, megfogták az egésznek a lényegét, és megmaradt ez a jó érzés egészen a fél év végéig. Sőt, tovább megyek egy kicsit, annyira megmaradt ez a jó érzés, hogy gondolkozunk a tovább lépésben. És ez a ötödik olyan faktor, ami kapcsán az örömet szeretném kifejezni, ez pedig az, hogy ezt a kis projektcsapatot, aki alkotta ezt a képzést, ezt sikerült egybetartani, és kitekintettünk a jövőre, szeretnénk ezt a képzést kiterjeszteni az Audi Hungária járműmérnöki kar számára is. Az elmúlt év szeptemberében meghirdetett képzést az egyetem az Audi Hungária ZRT-vel, valamint a Nemzetközi Projektmenedzsment Szövetség hazai vizsgaközpontjával közösen indította, hazánkban első alkalommal. Az Audi Hungária járműmérnöki kar dékánja úgy látja, a képzés hasznos lehet a hallgatók számára, és újabb lépcsőfok a jövőjük szempontjából. A levizsgázottaknak is ez egy rettenetesen jó befektetés volt. Egész másképp fognak hozzáállni történésekhez, folyamatokhoz a vállalati életben, és ehhez kívánok később nagyon sok sikert, és mint mindig azt kell mondanom, hogy amikor az ember elvégez egy iskolát és kap egy diplomát, akkor úgy szokta azt gondolni, hogy soha többet nem kell tanulnom. Na most az a helyzet, hogy szerintem ugyanazzal az intenzitással megy tovább, mint azt szoktam mondani, hogy csak a feladatok lesznek nehezebbek és a vizsgák keményebbek, és a következmények komolyabbak, de a tanulás azért az fog tovább menni. Az IPMA Student Minősítés rendezvényén részt vett az IPMA hazai vizsgaközpontjának ügyvezetője, aki a Nemzetközi Projektmenedzsment Központot, az IPMA-t még közelebb hozta a jelenlévőkhöz. Az IPMA az egy világméretű projektmenedzsment szövetség, amely a világ 66 országában van most már jelen tagszervezettel. Ez egy szakmai szövetség elsősorban, és az ő missziójuknak tartják azt, hogy a projektmenedzsmentet a legfrissebb tudományos fejlesztésekkel ellássák, illetve ennek van egy szolgáltatása ennek a szervezetnek, ez pedig a minősítés. A hallgatók nevében Horváth Szintia köszönte meg a maga színvonalú és eddig egyedülálló képzés adta lehetőséget. A Széchenyi tanulóstábunknak is beszélt arról, hogy a gyakorlatorientált oktatás során hogyan sajátíthatták el az IPMA által megkívánt kompetenciákat. Ezeken a gyakorlati képzéseken keresztül abszolút tapasztalhattuk, és így jobban meg is értettük. Például a csapatban dolgozásnak az egyik, ez volt az egyik legjelentősebb megoldó képességek, ilyesmi konfliktus kezelés is volt, arra is így eléggé emlékszem, úgyhogy ezek mind-mind hozzátartoztak. A 8 hallgató egy nemzetközileg elismert és szakmailag jegyzett tanúsítványt szerzett meg, amelyet a munkaadók magasan értékelnek, így az önéletrajzban is jól mutat.